Sziasztok! Üdvözlünk titeket a csatornán! Ugye szerettük volna befesteni a hajunkat vörösre, de mint láthatjátok, ez nem járt. Fél. Igen, nem járt sikerrel a próbálkozás, úgyhogy most megpróbálkozunk egy újabb festékkel, ami nem lesz más, mint ő. Szóval vele próbáljuk meg befesteni a következő körben elsőnek az én hajamat. Bizony, most ő lesz a kísérleti példány, mert előző alkalommal az én hajamat festettük először, és én pink is lettem, most reméljük ez nem fog megtörténni még egyszer. Viszont sajátossága ennek azért is gondoltuk, hogy megmutatjuk nektek, hogy egészen más az applikációja, mint az otthon található házi hajfestékeknek. Igen, ugye azt mutatja a dobozon, ez ilyen habzó hajfesték amúgy. Habzóból. Szóval habzó hajfesték, és hogy így rá kell majd applikálni arra a rózsaszín pamacsra. Fölhaposítjuk, és utána a pamacsal így beleütögetjük a Aurin fejébe a festéket, és akkor reméljük is, hogy szép vörös lesz, mint itt a képen a hölgyemény. Úgyhogy lássuk is, mi van benne. Kibontom itt. Új, már látom is. Én bontom ki. Hát, lecsúszta. Ez úgy néz ki, mint egy ilyen fürdő pamacs. Sa-la-la-la-la. Ez valószínűleg hidrogén. Az a festék. Azt nem kell rárakni. Tadá. Az olyan, mint a méz. Igen. És büdös is. Azt mondja, hogy most össze kell szutymákolni. Félek. Hát, hogyha Randa lesz, aki fogunk engem a következő időkben videózni, mint most téged. Jó, nem látszódik a fejed. Most nézem, mit tettél. Mit? Hát, hogy ezt visszatömködted ide bele, ez most így jaj, csodálatos. Jól rakjam! És nézed, mennyi habot pazaroltál. Hát... Elkészült a remek mű? Jó, akkor most meg kell nézni, mennyi az idő. Nézd, mit tettél a homlokommal! Az már lila. Nem. Na, szóval most ez az állapot. Ebből, hogy milyen szín lesz, azt nem tudjuk. De majd jelentkezünk az eredménnyel. Fél! Igen, mi nem tanulunk a hibáinkból. Ugyanaz, nem sikerült. Történt. Kiramódkor rózsaszín lett, az én hajamon nagy változás nem lett. Mi neki mentünk egy másik hajfestékkel, most én lettem rózsaszín, foltokban. Ez csodálatos. Igen. És az a nagy, hogy itt elől ez a tincs, ez nem tudom, ennél a lámpa fényénél mennyire látszódik, de ez itt pink. Itt, de itt hátul, meg ilyen szűk és vöröses. Maradtam én. Úgyhogy... gyönyörű eredményt értünk el, ismét. Ismét megveregethetjük önönvállunkat, hogy szép munka volt, lányok. Itt vagyunk Shin-Okubo-ban, a most nyílt 2D-s kávézóhoz jöttünk, megnézni, hogy milyen is. Úgyhogy usonjunk is be, mert bemennek előttünk a népek. Olyan, mint hogyha valami rajzfilmben lennénk, tök jó. Nagyon királyulnék. Az étterem annyira új, hogy mi a melyik oldalon? Valahol a Facebook földobta, igen. És ott szereztünk tudomást róla. Angolul nincs is kiírva semmi. A külföldi arra nem rendelkeznek be. A teltházban, addig itt állunk a sorban, és nem adhatjuk le a rendelésünket, még nem szabadult fel egy asztal. És várunk, szokás szerint. Komolyan! Miért szeretem az ajtókot bent, annyira szép! Ott az embereken túl! Ott van az igazi, mi megkaptuk az asztalt a kassa mellett.
boldogtalan vagyok. Kaptunk egy frisbit. Rajta van, hogy mi vagyunk a 17-en. Kivárakozik. És majd nem tudom, mit csinál, hogy vinyog, vagy bizzeg, szerintem rezegni fog. Igen, valamit majd csinálja lesz, hogy ő elkészült, és akkor lesz kész a rendelésünk. Amire várunk. Specialitást rendeltük meg, egy sajtortát. Nézzétek, milyen aranyos a villa, nekem ez nagyon tetszik. Több kicsi villát kaptunk hozzá, és akkor kóstoljuk meg. Igen, tudom összekeverni. A sok jégtől. Nézzük. Keserű? De szerintem azért, a csoki miatt, nem? Hát meg nem tudtam összekeverni, látod, ha próbálkozom, akkor lehet, hogy a komponensek. Na, talán. Még egy próba. Most már jó? Na, milyen? Édes. Nagyon édes. Zöldtár. Jó? Nagyon jó. Gyorsan még egy falatot. De ez a pici villával mondjuk... Igen, ezt nem neked találták ki, neked lapát kéne. Nem praktikus. Bejöttünk a Daiso-ba, mert Kaorinnak meg kellett vennie a plüsdínót. Látta az interneten és igen, mondta, hogy ide most meg kell jönni. Igen, követtem a Daiso Instagramon és láttam, hogy van a plüsdínó, úgyhogy ezt muszáj volt bejönni. De nézzétek, milyen aranyosan arra néz. Itt van Harajukuban, ez az Asako elnevezésű bolt, ami egy nagyon vicces bolt. Úgy döntöttünk, hogy most ide kicsit benézünk. Nem? Az... Neked nem tetszik? Nekem nagyon. Találtunk egy ilyen stúdiót. Élőben lehet nézni, ahogy fölveszik az adást. Nem tudjuk, mi történik amúgy. Ezt szerintem rádióműsor, mert Shibuya Cross FM van leírva. Mehetünk? Igen.
Ronda cipők mekkája. Újabb csúnya cipők felfedezésbe vagyunk. Én ebben szerettem bele. Ez egy nagyon gyönyörű csúnya cipő. Ezek a papucskák. Na jó. Ez beteg. Ilyet fel kéne próbáljuk. Nem. Beültünk egy étterembe, és megérkezett a rendelésünk. Okonomiakit fogunk enni, amit magunknak fogunk elkészíteni ezen a beépített sütőlapon. Most várjuk, hogy melegedjen. És lesz benne káposzta, húsi tojás, az nem tudjuk mi, de ezt kell majd így összekeverni, és akkor ez lesz a tésztaszerűségünk. Rendeltünk hozzá, ilyet még nem kóstoltunk. Hagyományosan nincs benne yakisoba, de mi rendeltünk, hogy ezt kipróbáljuk. Yakisoba tészta, igen. Pluszba egy kis sajtot, valamint ilyen fokhagyma chipset. Tészt, igen. Van mindkettő? Nem. Vagy abból igen. Abból bizony igen. Elegyengetem az olajat. Most ez igazi főzőműsor lesz. Tehát először meg kell sütni a tésztát, majd ennek a felét ki kell rakni, arra leültetni a tésztát, és a másik felét a tetejére. Ez remélem jó tortra. Halsi feladat. Hát arra, hogy süljön. Igen. Úgyhogy egyengesd ennek is a sorszát. Mit adok neki? Most tegyem a sajtot? Most szeretnéd? A tojást. A tojást. Jó, rakd a tojást. Rárakhatom a tojást? Rárakhatod. Nem tudom, mikor jön a tojás, de rakd. Most, mert ráraktam már. Új, ez gyönyörű lesz. De a tészta nem jön még rá szerintem? Rárakja, mert rárakom én neked. Rakjuk rá. És most? Ez, most a sajtot én rárakom. Nem tudjuk mikor kell, de most. És utána... És azt mondta, hogy ennek a tetejére a másik felét. Ezt mikor fordítjuk meg? Hát amikor összesült elég annyira, hogy elég kemény ahhoz, hogy meg lehessen fordítani. Ha. Ez szépen igazgasd el. Ellepje a tésztát a másik. Én lesújtok. Ó, jaj. Szép munka volt. Tessék, visszaadom. Megkapta az. Ezt már szerintem el lehet kezdeni nyomogni. Oké. Okay. Itt voltunk vacsizni Shibuyába. És most én nem fogom teletek elkezdeni. Igen, megyünk haza. Sajnos véget ért a nap. Oh. Ez az a híres Shibuya crossing mögöttünk, ami a Tokyo Driftben is benne van. Legnagyobb átkerülés. Igen. Úgyhogy indulunk is. Vissza a falura! Köszönjük, hogy megnéztétek a videót! Sziasztok! Sziasztok! Annyira basszusosan csinálod! Az étvágyam most ezek után az egekben! Sziasztok! Üdvözlünk titeket egy újra a csatornán! Bizony! Üdvözlöm titeket a csatornán! Nem tudom a szöveg. Ékesen szóltál, leány! Nincs fókuszba szerintem? Nem tudom. Én látszik. Jó. Szóval ő az újabb választottunk, akivel megpróbáljuk befesteni mi a hajunkat. Fókuszban vagyunk. És utána hab lesz belőle. Az a ver is meg a fejét. Gondoltam, visszaszerzem a fókuszt. De nem. Rá van írva, hogy nem szabad meginni. Nehogy megint. Kaptunk egy frizbét. Várjál, most kezd elmondani.